Először is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a színházban. Mindannyian tudjuk nagyon jól, hogy miért jöttünk el ide ma este, és én is szeretném Máriónak kívánni azt, hogy egész életében sikeres legyen. Az ő élete nehezebben indul, mint bárkié, viszont olyan plusz adottsággal rendelkezik, mint azt nem senki. Kevesen tudjátok róla, hogy akusztikus zongorán, klasszikus darabokat korát meghaladva olyan minőségben és olyan vehemenciával játszik, hogy igazán én azt gondolnám, hogy a Mária jövője majd egy klasszikus zongoraművészi pálya lesz, higgyetek el nekem, ez így lesz, és majd találkozunk 40-50 év múlva, mert én rendkívül optimista ember vagyok, és büszkén köszönjük arra, hogy egyszer itt van, amikor Máriaért összejöttünk és segítettünk neki. Most mi csak kevesen vagyunk, de lehet, hogy egy kis idő múlva egyre többen és többen fogjuk mindannyian érezni, hogy szükségünk van egymásra. Mert csak egymáson tudunk segíteni ebben a kis országba, aminek azért nagyon nagy szíve van. Egy pár dalt el szeretnék játszani nektek Jánati Mária tiszteletére, szeretetére, hogy az életem minden jobban alakuljon a jövőben. Ti is mondjatok el mindenkinek, és segítsétek őt saját címén keresztül, aki tud esetleg juttasson anyagi dolgokat felé, vagy bármi más. A Facebookon el lehet őt érni, és azt hiszem, hogy talán fogtok kapni valamilyen címet, ahol el lehet hozzájutni, akár telefonon, akár személyesen, akár csoportosan, mert érdemes oda figyelni ilyen emberekre, mint Jánati Mária. Úgyhogy tapsoljuk meg a Máriót most egy pillanatban. És akkor ez olyan dalt, amit 1996-ban írtunk, a Pimodik után, amikor a Tudjogirók Vendel TRB-vel elkezdtük az életünket másodszor, és azt gondolom, hogy jól alakult ez így. A tegnap itt vagyott, elejtett kő vagyok, mesélek még, ahogy csak én tudom.